Én igazából nem is tanárnak készültem eredetileg, hanem molekuláris biológusnak, és akként is végeztem. Ez a harmadik legjobb természettudományos képzés nyújtó iskola az országban. Ez azt is jelenti, hogy nyilván nem csak országos szinten, hanem világszínvonalú képzést igyekszünk nyújtani. Hiszük, és hát az eredményünk is azt mutatják, hogy biológiából meg a legjobbak vagyunk az országban. Cél, amit el akarunk érni, az az, hogy ide okos gyerekek kerüljenek, tehetséges gyerekek kerüljenek, és hogy itt a tehetségüket tudjuk tovább segíteni azon az úton, ahogy ők ezt ki tudják bontakoztatni. Ez a személyesség, ez nagyon fontos ebben a munkában. Vannak olyan alkalmak, amikor túrákon, kirándulásokon, terepgyakorlatokon együtt vagyunk, és olyankor az emberi kapcsolatok alakítására is van lehetőség. És hát ott egy személyes beszélgetésben sokkal több mindent el lehet érni, mint bármennyi órában. Igazából én úgy is nőttem föl, hogy a munka az nem idegen számomra, mivel ez sok munkával járó feladat, ezért azt gondolom, hogy a munka az, amiben az öröm, hogy olyat dolgozunk, amiben örömünket is leljük, akkor az hozza magával az újabb motivációt. A munkát és a személyes kapcsolatokat az külön kell tudni választani. Egy-egy gyerekkel néha olyan sokat vagyunk együtt, heti 10-12 órát, vagy hát egy fél nyarat, aki olimpikon, és pontosan kell azt tudniuk, hogy amikor viszont beülünk az osztályterembe, akkor nincs különbség közte és egy nem olimpikon között, hanem ugyanúgy kell dolgozni, és én ugyanazt várom el tőle, mint a többitől. Ez nem egyszerű mindig, de minden esetre ez a cél, hogy ez így legyen. Tehát a munkában nincs pardon, a személyes kapcsolatokban pedig bármit lehet, ami belefér.